Az attalai lakosokon kívül akad olyan ember is, aki más településről származik, azonban egyéb kötődése miatt most mégis támogatja a jótékonysági rendezvényt. Én azért tartom fontosnak, mert egy kicsit összehúzza a lakosságot, egy csapatépítő jellegű ez az egész történet. A barátok, a távoli rokonok így össze tudnak jönni, és egy közös, nagyon jó célt képviselni, hogy a falut, egy alapítványt, egy jótékonysága, itt legyen ez bármi, itt egy falut ugye képviselünk, és támogatjuk, amint lehet. Akár egy ajándéktárgyal, egy tombola felajánlással, akár anyagi támogatással. A több mint 15 éve alakult Attala Községért Közalapítvány fő célja a település iskolásainak támogatása évente egy alkalommal. A legjobb tanulmányi eredményt elért tanuló minden évfolyamon kap egy bizonyos összeget tanulmányai további megsegítésére. Plusz a Burza Hungarika egyetemistáknak, főiskolásoknak van egy pályázat, és abba is az alapítvány beszáll, és azt is támogatjuk, így az önkormányzattal együtt, valamint az iskola és az óvoda részére szoktunk mindig felajánlásokat, most éppen tavalyi évben az általános iskolásoknak mi vettük meg a ruháikat, a táncos ruháikat, a néptáncos ruháikat, tehát megkeresnek bennünket, hogyha valamire szükségük lenne, ők nem tudják finanszírozni, hogy az alapítvány be tud segíteni nekik, valamint a községben lévő rendezvényeket. A tagok is részt vesznek az önkormányzat által szervezett rendezvényekben is. A hétvégén megrendezett jótékonysági bátor tombola tárgyainak bevételéből és a pénzadományokból összejött összeggel sikeresen tudja célját megvalósítani a közalapítvány.